Egy-egy zápor vagy zivatar képes rendkívüli károkat okozni a településeken. Dunaújvárosban a legutóbbi vihar több helyen is kidőlt fákat és leszakadt ágakat hagyott maga után, amelyeket a tűzoltóság, illetve a DVG ZRT munkatársai daraboltak fel. A munkálatok részleteiről, illetve arról, hogy mit tehetnek a városlakók, ha balesetveszélyes helyzetet észlelnek, Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester számolt be. A Dunaújváros híres arról, hogy rengeteg fája van. Nálunk van a megyei jogú városok között a legtöbb közterületen elhelyezett fa ebben az országban. Ez a sok fa ez nem csak örömet okoz, hanem felelősséget is okoz, és azt még, hogyha esetleg ilyen vihar van, akkor ezeket a fákat akár meg tudja tépni és zúzni. A lakosságnak a teendője, amit szeretnék kérni tőlük, hogyha élet és baleset veszély áll fent, tehát azonnali intézkedésre van szükség. Tehát látható, hogy ráborult, vagy mindjárt ki fog dőlni, vagy le fog szakadni, és ezt észleljük, azonnal a tűzoltóságot kell hívni. A tűzoltók akkor jönnek, és megoldják azt a problémát, hogy ne legyen belőle jó nagy kár. Az alpolgármester hozzátette, a nem balesetveszélyes munkálatok esetén a DVG ZRT munkatársai végzik el a szükséges teendőket. A többi munkánál meg nyilvánvaló a város felel érte, és ilyenkor a DVG ZRT kollégáink, munkatársaink kijönnek, és akkor kivagdossák azokat a aránylag kisebb fákat, vagy azokat a letört ágakat teszik rendbe, vagy pedig elhárítják azt a maradék baleset veszélyt, ami ilyenkor egy vihar okozhatott. Ezt a munkát látjuk ma is, hála annak a jó Istennek. Tegnap az éjszakai viharra nem okozott óriási problémát a városban, pár fát tört ketté, illetve borította ki az ágakat, és akkor mostanak a rendrakásnak, illetve az eltűzelésének, eltüntetésének a nyomait láthatjuk most. Mezei Zsolt kiemelte, a leszakadt, kidőlt, majd feldarabolt fákat és faágakat a DVG ZRT telephelyére szállítják, majd ősszel az önkormányzat szociális, egészségügyi és lakhatási bizottsága szétosztja a rászorulók közt.